Hány óra van? Hát rajtam speciál most összesen ugye 7, meg ez a 8, mert az az igazság, tudják, hogy én mindig mindenhonnan elkések. De most megpróbálkozom a Swatch órákkal, a Poén üzletéből, ahol egy héttel ezelőtt itt jártunk, és bizonyára emlékeznek rá a Divat Mindenkinek című műsor nézői, hogy itt vannak a városban a legfantasztikusabb világszínvonalú farmer márkák. A Diesel, a Ripley, a Lee, és még ki tudja mi minden, mi Sam Szájnak ingere. És most a Swatch órák következnek. Which watch? Swatch. Ez is egy poén, de nem már ismeri. A pontos idő az több mint 500 óra. Ennyi van ugyanis a Régi Posta utca 19-ben, de ez a poén, ez Kaposvári Péter és Naszvai András poénja. Szóval hány Swatch óra is van itt összesen? Körülbelül jól mondtad, de ha véletlenül 500 alá megyünk, akkor pótoljuk a lemaradást, és jön az utánpótlás. Such much watch. Mondja az angol, aki kicsit törve beszéli a saját anyanyelvét. Tulajdonképpen miért is olyan baromira divatosak az Swatch órák? Ez egy nagyon érdekes dolog. Sikerült az embereket a hiúságuknál és a divatigényüknél megfogni. A svájci óraipar megmentésére találták ki a 80-as évek elején ezt a Swatchot, ami elég döcögve indult, de ez a döcögés ez egy szédületes rohanásba csapott át. A név is innen ered, ugye? Igen, igen, a Swiss Watch, a svájci óra. Két angol szó összevonásából született meg, és negyedévenként változó modellekkel jelenik meg az új kollekció. Általában egy fél éves kollekciós anyagot lehet kapni, néha felbukkannak régebbi modellek, és elindult egy olyan őrület, ahol a gyűjtők minden pénzt, de szó szerint minden pénzt megadnak bizonyos modellekért, ami nélkül nem tudnak élni. Holott itt a történelmi múlt az ugye nem több, mint néhány esztendő, de mégis ezek már antikvitások, nem? Igen, azt hiszem, hogy 83-ban kezdték el csinálni az első Swatchokat, és akkor elég lassan indult be nekik, de aztán most szédületes tempóban már hatalmas nagy profitot szerzett a cég. És múzeumunk is van, ha jól tudom, például Grácsban. Hát ez egy vándorkiállítás, amit megpróbálunk majd egyszer ide elhozni Magyarországra is. Mikor azt nem tudom, azt ne kérje tőlünk senki számon, de nagyon azon leszünk, hogy legyen belőle valami. Ez még egy állandó kiállítás itt, mert valami elképesztő, hogy amerre nézek, minden Swatch óra teljesen és tökéletesen más. Nem féltek, hogy lesznek esetleg a hamisítók? Hát a hamisítóktól nem. Ugyanis pont a negyedéves kollekcióváltás miatt, mire egy úgynevezett hamisítónak eszébe jutna ezt a számára tetsző órát hamisítani, addigra már rég
kijött az új kollekció, és már nem aktuális. Mitől van az, hogy szezononként ezek szerint mindig napra kész az itteni divat? Mivel lehet egy órát, ha már megvettem, és talán nem egy szezonra veszem, akkor is mindig divatossá tenni? Egy órát? Egy másik órával. Nézd magadra. De tudnék viszont ajánlani neked egy ilyen óravédőt, mert lehet, hogy esetleg megkarcolódik az üveg, és akkor ezt rá kell rakni. Fantasztikus. Ezt lehet nálunk kapni, ezeket az óravédőket, és esetleg, hogyha elszakadna a szíj, akkor van hozzá egy szíj is, úgyhogy most már van 8 órád, két, még egy szíjad, meg még egy védőd, úgyhogy ezt nem tudom most rárakni. De tudok férfi óravédőt is rárakni a saját órámra, hogyha esetleg berúgnék és összekarcolnám, vagy valami is. Na most ebben azért az az igazi trükk, ugye nem is ez, amit most mondtál, hanem az, hogy ezek mind-mind más és más színűek. Tehát akkor kedvem szerint és az éppen rajtam lévő Ripley vagy Diesel Farmer szerint változtathatom a színt. Komoly alkalomra valahova, akkor felvesz egy kronográf órát, ami mégis más, mint egy ilyen bohókás swatch, ez a színes, ez a strandra vagy napközben viseletre jó, de hogyha lemész buválkodni, mit tudom, a tenger mélyére, 200 méter mélyre, akkor ezt ajánlanám, ezt a két scuba swatchot. Mondjuk mielőtt alámerülnék, szeretnék egyet telefonálni, akkor itt fantasztikus swatch telefonokat látok. Van 6 füled, akkor ezen a 3 telefonon tudsz telefonálni, mert ezek olyan telefonok, ez speciál most nem egy swatch telefon, mert nincs még bekötve, de majd be lesz. Mert ezek olyan twin telefonok, hogy egyszerre tudunk beszélni. Egymással tudunk beszélni. Nagyon tudunk beszélni. Egymással, illetve le tudjuk hallgatni, igen, hogy mit mond a másik. Igen, nagyon fontos egy jó üzleti kapcsolatnál. Igen. Itt a harmadik. Swatch. Ez jó poén, nem? Jó poén volt.